Köszönjük szépen a tapsot. Tekintettel arra, hogy még itt van a színpadon a torta, szeretném elmondani, hogy ebéd után lesz a torta felszeletelve, és mindenki az ebéd után fogja ugyanott a helyén megkapni a tortát. Mondhatom azt, hogy hála Isten, annyira sokan jöttünk össze, hogy egyszerre nem tudjuk megoldani az étkeztetést, de Lajkó Frigyes barátunk igyekezni fog, és mindent megtesznek azért, hogy gördülékenyen és imán menjen az étkeztetés. Ha bárkinek bármilyen problémája adódik, akkor természetes van, akit szervező, lehet bennünket keresni és segítséget kérni. Hogy pontosan hány órakor állunk, terv az, hogy 12 órakor, de természetes, hogyha ugye bent vagyunk egy színjátszásba, akkor ugye azt meg kell várni. Én úgy érzem, hogy eddig nagyon-nagyon jól indult minden. Ennél szebbet, jobbat, többet nem is kívánhattunk volna, mint az a sok vastaps, amit kaptunk. Szeretném elmondani azokat az önkormányzatokat, szervezeteket, akik ezt a mai rendezvényt finanszírozták. Ugye minden embernek az étkezését teljesen ingyen felvállaltuk. Természetes reggel volt büféasztal, délután is lesz még, és a kávégépet is lehet majd ebéd után használni. Támogatóink voltak Balatonfüszfőváros önkormányzata, a civil alapból a Balatonfüszfői önkormányzat alapítvány közreműködésével. A Mozgássérültek Veszprém megyei Egyesülete, a MOVE Nonprofit Közhasznú ZRT, a Humán Szolgáltatások Fejlesztése című EFOP pályázat Balatonfűzfő és a Vágfalvi Otto Művelődési Központ és Könyvtár. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást, és bízunk benne, hogy lesz jövőre is. Rajtunk nem múlik, továbbra is fogunk pályázni, és bízunk benne, hogy sikerülni fog. Én még egyszer hálásan megköszönök mindent, de azt még el kell mondanom, hogy a 25 év alatt minden alkalommal mellettünk volt a Balatonfüszfőváros önkormányzatának a képviselőtestülete, polgármesterei, mindig mindenben fő támogatói voltak ennek a fesztiválnak. Köszönjük szépen, egy kívánság, ha lesz jövőre, akkor is így legyen. Köszönjük szépen!